hogy aludtál? Jól aludtam egyébként, annak ellenére, hogy ugye a mai napon sok minden forog kockán, most legalábbis az én szempontomból is. De ezen agyaltam egyébként én is, hogyha rossz ügyességet kapunk, mint tegnap, akkor Patrikot most az a helyzet, hogy ott a két fiú, és be fog jönni még egy piros fiú, és ugye Iza fog választani majd. Ez így akkor egészen egyszerű. Nyilván a teljesítmény alapján is mondhatjuk azt, hogy engem fog, mert Zozó talán az első két napon nem is vesztett futamot, meg hát nyilván szimpátia alapján is tud dönteni, akkor pedig mindenféleképpen szerintem Zozó. Nem úgy fog, én szerintem a statisztikát fogja nézni. Reni, ezt te is látod, én is látom. Tehát megvan ez a kötődés. Én értem azt, hogy ugye egy csapat vagyunk, stb. Statisztikát nézünk, de egy ilyen helyzetben mást annyira nem tud nézni, mint az, hogy kivel van úgymond a legjobban, vagy ki az, akit szeretne viszont látni. Nem is szeretnék egyelőre abba belegondolni, hogy közülünk meg majd három játékos párbajozni, viszont azért az ember eljátszik azzal a gondolattal, hogy mi van akkor, ha, vagy mi lenne, ha. Nem szeretnék semmiképpen az első héten párbajba kerülni, éppen ezért szeretnék úgy teljesíteni ezen a mai végjátékon, a második részében, hogy ne is kelljen erre gondolnunk.